Zajlanak a munkálatok Tiszavasvári egyetlen bölcsödéjében. Nyárra új csoportszobával bővül az intézmény, amelynek teljes körű energetikai felújítását is megkezdték. A beruházásra 175 millió forintos uniós támogatás áll rendelkezésre. Az önkormányzat idén több intézményében tervez energetikai korszerűsítést. Energiahatékonyság, ez mindig fontos. Van a Kornisné központunk, ahol idős ellátás és fogyatékos ellátás zajlik. Ott teljes energetikai felújításban gondolkodunk. Nyilászáró csere, fűtés, korszerűsítés és energiahatékonyság megvalósítása a cél. És van egy Gólyahír ifjúsági táborunk, ahol szintén energiahatékonysági célokat szeretnénk megvalósítani, hőszigetelés, nyilászáró csere. A találkozások háza külső felújítása tavaly már elkészült, idén a teljes belső korszerűsítés kezdődik majd el. Az épület környezete is megújul, mivel az önkormányzat a városközpont felújítását, teljes átalakítását tervezi. Amit meg szeretnénk az idejében valósítani, el szeretnénk legalábbis kezdeni, az a városközpont felújítása, az élhető település központ kialakítása Tiszavasváriban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Tiszavasvári városközpontjában a központi park, mint kiinduló pont, teljes egészében megújulna, a játszótér kerülne kialakítása, okospadok, térkövezés, a tér teljes átrendezése valósulna, meg sokkal modernebb és sokkal szebb lenne, parkosítanánk, és ezt követően a város hat másik helyszínén szintén a közterületeink megújulnának. Ezen túlmenően kialakítanánk egy nyilvános vécét, ami eddig nem volt a városban, hiszen nagy rendezvények esetén vagy a busz megállók, buszvárók környékén, ugye erre igazán szükség van. Még ebben az évben belterületi utak, járdák újulnak meg Tiszavasváriban. A közbiztonság növelése érdekében pedig a kamerarendszert is korszerűsíti az önkormányzat.